Szeretettel köszöntjük a Bornemisza Péter Gimnázium tanévzárójának kedves nézőit, a szülőket, kollégákat, diákokat és minden kedves érdeklődőt. Az iskolánk volt diákjaiból álló jazz zenekar Téged várlak én című dalának feldolgozását hallottuk az előbb. Horváth Andrással, iskolánk igazgatójával szeretnénk lezárni ezt a tanévet, és hát a mindenki által ismert körülmények miatt online zajlott az oktatás, és ez a tanévzáró hasonlóképpen zajlik. Milyen eredmények születtek ebben a tanévben, András? Nagyon furcsa nekem egy ilyen üres auditoriumban beszélni, de én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, diákokat, szülőket, kollégáimat. Eredmények kiválóan sikerültek ebben a tanévben. Összesítettük az elmúlt héten a két általános iskolánkban és a gimnáziumunkban az osztályoknak az átlagait, megnéztük a számokat, és a számok azok nagyon jók. Összességében az iskola átlag az 4,5 és 4,6 között van, ami fantasztikusan jó eredmény. Ebből a gimnazisták körülbelül 4,4-es átlagot értek el, az Új Szász utcai általános iskolások közel 4,6-es átlagot, és a Száva utcai általános iskolások pedig közel 4,7-es átlagot értek el összességében. Azt is megnéztük, hogy hány kitűnő és hány jeles rendű tanulónk volt, és ez közel 700 tanuló az iskolából, aki vagy kitűnő, vagy jeles rendű tanuló volt, ami azt jelenti, hogy nagyjából az iskola nappali tagozatos tanulóinak a 40%-a, vagy több mint a 40%-a ilyen eredményt ért el. Ezek kiváló eredmények, természetesen nagyon aktívak voltak az érettségizők is, ők körülbelül 4,2-es összérettségi átlagot értek el. Felvételiink is, a középiskolai felvételiink is nagyon jól sikerültek, több mint 120 diákot vettünk fel jövő évben induló 9. évfolyamunkra, illetve a most záródó 8. évfolyamunkról, akár a saját gimnáziumunkba, akár más gimnáziumokba gyakorlatilag a teljes 8. évfolyamot felvették, felvételre került. Az, hogy ezek mögött, a számok mögött mi rejlik, hát erre azt hiszem nagy részt majd szeptemberben, októberben fogunk rájönni, amikor meg fogjuk majd azt vizsgálni, hogy sikerült ezek között a körülmények között a tananyagot, az információkat, a tanításokat elsajátítani, és alkalmunk lesz akkor szembenézni azzal, hogy a számok és a teljesítmény azok milyen összefüggésben vannak egymással. De a számok nagyon jót mutatnak, és nagyon gratulálok minden tanárunknak, minden kollégánknak, hogy ezeket az eredményeket a diákokkal elérték, és nagyon nagy köszönet a szülőknek is, akik most ebben az évben azt hiszem, hogy a szokásosnál még jobban segítették a gyermekeiket, fiaikat, lányaikat, és természetesen utoljára, de nem utolsó sorban szívből gratulálok a diákoknak is, akik ezt az eredményt elérték. Vannak ugye különleges eredmények is, ilyenek például az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmények. Én ezeket fejből nem tudom felidézni, de kérlek téged, Ágnes, hogy ismertesd ezt a nézőinkkel. Igen, hát valóban nagyon különleges eredmények születtek, és itt kiemelnék két diákot is, aki két különféle tantárgyból ért el nagyon jelentős eredményt. A 12. C-osztályba jár mindkét diák, Tusnádi Simon, aki kémiából 8. helyezést ért el, és biológiából pedig 3. lett ezen az OKTV versenyen, és Besztercei Márkot, aki szintén a 12. C-osztályból, filozófiából 11. helyezett lett, történelemből pedig 28. helyezett, de a 11. A-osztályból is 3 diák ért el hasonló kiváló eredményeket: Vas Dávid kémiából 9. helyezést, Zaszlavik Hanna biológiából 23. helyezést ért el, és Grül Benjamin mozgókép, kultúra és média ismeret tantárgyból 4. helyezést ért el. Gratulálok, ezek nagyon-nagyon szép eredmények, és a 10. A-osztályban is volt egy kiváló eredményt elért diák, André Lilla, aki vizuális kultúrából ért el 20. helyezést. És az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen kívül mindenképpen említésre érdemes
a 9. eny osztályból Horváth Abigél tanuló, aki elnyerte Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet, akrobata versenyző. Nagyon szépen köszönöm, Ági, ahogy hallhatták, elég sok tárgyból, ha jól számoltam, 7 tárgyból értek el, 6 vagy 7 tárgyból értek el UKTV első 30-ba tartozó helyezést a tanulóink. Ez mindenképpen bővülés a tárgyaknak a számában, mert nagyon sokszor történelemből, vizuális kultúrából, vagy rajzból, művészettörténetből jó eredményeket szoktunk elérni. Most természettudományos tárgyak is vannak emellett, és egy visszatérő tantárgy, a filozófia is ide tartozik, azon nem sok iskola közé tartozunk, ahol filozófiát kiváló tanár úr segítségével tanítunk, és nem csak neki, hanem minden kollégámnak, minden felkészítő tanár kollégámnak, aki ezeknek az eredményeknek a létrejöttében részt vett, akik segítették a diákokat, és akik felkészítették őket, szívből gratulálunk, és nagyon köszönjük a diákoknak is, és a tanároknak is, hogy erősítették a Borna Miszának az eredményeit, és hozzájárultak az iskolának a sikeréhez. Most rajtuk kívül is több száz diákunk van, akik valamilyen tanulmányi versenyen vagy sportversenyen komoly eredményt értek el. Az ő eredményeiket majd a tanévnyitókon fogjuk ismertetni és elmondani, de mindenkinek, aki akár kerületi, budapesti vagy országos versenyeken, akár tanulmányi versenyen, akár sportversenyeken, akár művészeti versenyeken, mert a művészeti iskolásaink is nagyon sok jó eredményt értek el, jól szerepeltek, nagyon szépen köszönjük, köszönjük a felkészítő tanáraiknak, és köszönjük a szüleiknek, hogy segítették őket, gratulálunk nekik. Igen, én is mindenképpen gratulálok, és a felkészítő tanároknak, és a többi versenynek, amiket most nem soroltunk fel, az adatait az iskolánk honlapján el lehet olvasni, érdemes megnézni. És most kérjük kedves nézőinket, hogy nézzenek meg velünk egy videót arról, hogy az utóbbi időben az iskolánkban milyen fejlesztések zajlottak. Különlegesen zártuk ezt a tanévet. Mik a távoktatásnak a tapasztalatai? Szerinted, András, sikerült a tanároknak tanítani és a diákoknak tanulni? Mielőtt erre, amit kérdezzen, átérnék, én hadd köszönjem meg azt az anyagi, lelki és mindenféle támogatást, amit azokhoz az eszközöknek a megszerzéséhez, amit ezen a filmen láthattak a kedves nézők, a szülők meg a támogatóink nyújtottak. És nagyon hálásak vagyunk érte, enélkül nem tudna működni az iskola ilyen színvonalon szinten, amit önök hozzátesznek, nagyon szépen köszönjük. És amit kérdeztél, hogy a távoktatással mennyiben tudtuk megvalósítani az iskolának a céljait, hát ez egy nagy kérdés a számunkra, és ezzel kapcsolatban szeretnénk majd egy olyan
idézőjelben tudományosnak nevezett kutatást is végezni a nyár folyamán, és az ősz elején valószínűleg ezt lezárnánk, ami azt vizsgálná, hogy a diákjainknál a tananyag elsajátításán túl a gondolkozási képességek alakulása az hogyan ment. A távoktatás az egy nem csak nehezíti az oktatást, mert valójában egy nehezítést is jelent. Sokan azt mondják, hogy azért 30-40%-kal kisebb hatékonyságú, mint a jelenléti oktatás. Ezt nem tudom, meg fogjuk vizsgálni tantárgyanként és korcsoportonként. Nem csak nehezíti tehát a távoktatás az oktatást, hanem egyben nyújt egy olyan eszközt is, amivel meg tudjuk azt nézni, hogy bizonyos gondolatsorokból, gondolkozási folyamatokból melyek azok, amik kimaradtak, melyek, hol van az, ahol a diákok esetleg elakadnak egy tananyag elsajátításánál, mi az, amit önállóan meg tudnak csinálni, és mik azok a pontok, ahol tanári segítségek kellenek. Tehát rendkívül sok adatot is szolgáltat az oktatás számára a távoktatás, és ezekkel szeretnénk élni a következő tanévben. Az tanári kar és a szülők nagyon hatható segítségével szerintem sikeresen álltunk át arra, hogy legalábbis arra, hogy a jelenléti oktatás távoktatásban folytassuk. Jól sikerült. Körülbelül az óráinknak közel az egyharmada online formában ment már a második hónaptól kezdve, és sikerült a jelenléti órákat gyakorlatilag a digitális térbe közvetíteni. Tudják azt a kollégáim nagyon sokan, hogy valójában a távoktatás egy picit más jelentés, ennél többet jelent, ehhez még speciális ismeretek és speciális anyagok szükségesek. Ezek olyan kollégák is vannak, akik ezeket tudták használni és alkalmazni tudták, de ennek a jelenléti oktatásnak az online formában való közvetítésében gyakorlatilag az egész tantestületbe szállt. Az eredményekben azonban nagyon sok múlott azon is, hogy a szülők segítették a diákjainkat, a lányaikat és a fiaikat, és megvalósult az a salamoni elv, vagy salamoni parancs, hogy fiam, hallgasd a te apádnak tanítását és a te anyádnak oktatását, azt el ne hagyd, ami a példabeszédeknek az első fejezetében, Salamon példabeszédeinek az első fejezetében szerepel. Tehát közvetlenül a szülőktől, édesapáktól, édesanyáktól is tanulhattak a diákjaink, és ennek úgy gondolom, hogy nagyon nagy értéke van. Tehát sok értéke volt ennek az időszaknak. Talán az időszak második felébe felszabadultak több diákban, tanulóban energiák arra is, hogy a tanuláson kívül más hasznos tevékenységekkel foglalkozzon. Én láttam sokakat, akik többeket, akik zenét kezdtek el tanulni, többeket, akik a világirodalomhoz nyúltak és elkezdtek olvasni, és olyanokat is láttam, akik többet kezdték el Isten igéjét is tanulmányozni. Biztos vagyok abban, hogy sokkal több lehetőség nyílt arra, hogy magában a családban kommunikáljunk egymással, beszélgessünk egymással. Ezek mind-mind nagyon nagy hasznok, és én azt remélem, hogy ez a többség számára egy pozitív élményt jelentett. De nem szabad megfeledkeznünk azokról, akiknek ez nem csak pozitív élményt jelentett, hanem inkább bosszúságot vagy leszakadást jelentett, és az ő érdekükbe szeretnénk mindent megpróbálni szeptemberben, októberben, hogy részben a távoktatási rendszerünket javítsuk ezzel a vizsgálattal, felkészüljünk egy esetleges újabb távoktatási időszakra, és azt is szeretnénk elérni, hogy ami jó volt a távoktatásban, azt megtartsuk a jelenléti oktatásban, beépítsük a jelenléti oktatásba, és változzon ezzel valamennyire az egész jelenléti oktatásnak a keretrendszere, módszerei, és egy sokkal hatékonyabb oktatás legyen. És milyen eszközökkel szeretnéd segíteni ezeket a diákokat, akik esetleg nem tudtak bekapcsolódni ebbe a távoktatásba? Hát ezen a tudományos kutatáson túl, ami megnézni azt, hogy a kognitív, gondolati folyamatok azok hol tartanak, és segítene abban is, hogy távoktató programokat válasszunk ki az jövő tanévre. Egy videótárat is elkezdtünk felvenni, készíteni. Láttuk az időszaknak az elején, hogy részben az érettségizőink, részben pedig a kisiskolások, tehát a 6-7-8 évesek első-második évfolyamra járók
csoportnak a legfontosabb az, ennek a két csoportnak a legfontosabb az, hogy valamilyen videós tananyagot is kapjanak. Erre a két területre koncentráltunk, és közel 300 felvétel elkészült már a tanév végéig, amik a első-második osztályosoknak, illetve a gimnáziumi évfolyamoknak szólnak, elsősorban humántantárgyakból, meg nyelvből, meg matematikából is készült egy sorozat. Ezt szeretnénk bővíteni, és szeretnénk folytatni, szeretnénk a nyár végére oda eljutni, hogy az első-másodikas írás, olvasás, tananyag és matematika tananyag, illetve a gimnáziumi humántárgyaknak a főbb tananyagai, azok rögzítésre kerüljenek kiváló kollégáinktól, és ezen fogunk a nyáron többek között dolgozni. És ezek a tananyagok például helyettesítéskor is nagyon jól használhatók lesznek? Így van, akár helyettesítésnél, ismétléskor, otthoni újranézésnél, de új tananyag átadásánál is használhatók lesznek, akár a magántanulók számára használhatók lesznek, akár az iskolából betegség vagy mások miatt hiányzók számára használhatók lesznek, de mindenki fogja őket tudni használni, és szeretnénk ezeket publikálni, elérhetővé tenni. Külön nagyon köszönöm azoknak a tanárainknak a munkáját, gimnáziumi tanároknak is, és általános iskolai tanároknak is, akik ebben részt vettek és részt vesznek. És András, kitört a vakáció, itt a nyár, van-e valamilyen üzeneted a diákoknak? Szeretnék felolvasni egy szakaszt Márk evangéliumának a 10. fejezetéből, és erről egy pár szót beszélni, hogyha még megengeditek. Ez a gazdag ifjúnak a története, egy közismert történet, és így hangzik. Amikor útnak indult, odafutott hozzá valaki, és térdre borulva megkérdezte tőle: jó mester, mit tegyek, hogy örökölhessem az örök életet? Miért mondasz engem jónak? Felelte Jézus. Senki sem jó, csak egyedül az Isten. A parancsokat ismered. Ne ölj, ne kövess el házasságtörést, ne lopj, ne tanúskodj hamisan. Jogos járandóságot ne tarts vissza, tiszteld apádat és anyádat. Mester, ezeket mind megtartottam ifjúkorom óta, felelte az. Jézus pedig rátekintett, megszerette, és így szólt hozzá: egy valami hiányzik még belőled, add el mindenedet, amit csak van, oszd szét a nincstelenek között, akkor majd lesz kincsed a mennyben, aztán rajta kövess. Ez egy olyan szakasz, és a folytatása is, amit nagyon gazdagon és sokféle módon lehet értelmezni. Én most egy nagyon rész szempontot szeretnék csak belőle kiemelni, hogy egy emberi életút fejlődését írja le ez a szakasz, ez a rész itt Márk evangéliumában. Mégpedig azt, hogy először is azt, hogy egy ifjú megtanulja a parancsolatokat, megtanulja Isten igéjét, és amikor megtanulja Isten igéjét, annak az eredménye az életében az lesz, hogy az életével kapcsolatban kérdéseket tesz fel magának. Például azt a kérdést teszi fel magának, hogy mi az értelme az életének, hogyan tudja elnyerni az örök életet, hogyan tud győztesen az életpályája során futni. És ezzel a kérdéssel fordult ez a gazdag ifjú, ez az előkelő ember is Jézushoz, de ennek az volt az előzménye, hogy ő már ismerte Istennek a beszédét, Istennek az igéjét. Nagyon sokan gondolkoznak akár tudományról, akár az Isten beszédéről, akár a valóságnak bármilyen területéről úgy, hogy valójában nem ismerik ezeket a területeket, de a véleményüket már megfogalmazzák, még mielőtt ezeket a területeket megismernék. Az iskolánknak többek között az a szerepe, hogy a természetes ismeretekről és a szellemi ismeretekről is tanítson. A parancsolatokat ismered. Jézus azt mondja itt ennek a fiatalembernek: a parancsolatokat ismered, és utána felsorolja a fontosabb parancsolatokat sorol föl, amiket a fiatalember valóban ismert. Tehát először is ismerte ezeket az ifjú, ezeket a parancsolatokat. Nem Jézus szedte őket ott elő abban a pillanatban, és egy újként ismerte meg őket, hanem az egész ifjúkori neveltetése, iskoláztatása kiterjedt arra, hogy megismerje a Bibliát. És biztos vagyok benne, hogy a Biblia mellett a zsidó oktatásban szerepeltek, és benne voltak olyan természettudományos és olyan tudományos tények is, amiket egy fiatal embernek meg kell ismerni. És ez után kezdte el
ez a fiatal ember az életének az értelmét keresni és kutatni, és leírja Jézus azt az utat, amit választania kell, vagy amit meg kell futnia. Tehát, hogy először is van egy erkölcsi szakasza az életpályája, az ember életpályájának, tehát az ismeret után van egy erkölcsi szakasza az ember életpályájának, ahol, ami arról szól, hogy és ez végig tart, hogy a parancsolatokat, amiket megismert, azokat a parancsolatokat megtartsa, és van egy olyan szakasza az ember életpályájának, és van egy olyan pontja az ember életének, amikor ezen túl is eljönnek döntések, és felmerülnek kérdések, hogy jó, ezeket mind megteszem, de végül is mi az én életemnek a célja, mi az én életemnek az értelme. És ebben a pillanatban, amikor ezeket a kérdéseket fölteszi, akkor Isten, a messiás válaszol is ebben a történetben, konkrétan annak az embernek, annak az ifjúnak ezekre a kérdésekre. De hogy ezek a kérdések elhangozzanak, és ezekre a kérdésekre, amik az élet értelmét kutatják, válaszokat kapjunk, először is meg kell ismernünk a valóságot. Amikor megismertük a valóságot, vagy valamennyire megismertük a valóságot, mert hiszen soha nem fogjuk teljesen megismerni, de a valóság megismerésének az útján elindultunk, akkor meg kell tartanunk és be kell fogadnunk az erkölcsi parancsolatokat. Ezeknek együtt kell lennie az ismeretnek és az erkölcsi parancsolatok befogadásának, és ezek mind nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy igazából egy reális választ adjunk arra a kérdésre, vagy kapjunk egy reális választ arra a kérdésre, hogy mi végre vagyunk itt ebben a világban. És ez a közösség, ez az iskola, ez szerintem részben erről is szól, hogy eddig a kérdésig eljussunk, hogy megpróbáljunk eljutni. És most a nyár folyamán akkor azt tanácsolod, hogy ezt a gyerekek, a diákok vigyék az Úr elé, hogy mi az ő életüknek az értelme? Én csak annyit tanácsolok, és annyit javaslok, hogy olvassanak, olvassák elsősorban az evangéliumokat, és olvassák elsősorban a Bibliát, és próbálják meg földolgozni az életükben azt, amit olvasnak, pihenés által is, gondolkozás által, ezeken a verseken, vagy más verseken való gondolkozás által, és én azt tanácsolom, hogy ami egy nagyon nehéz dolog, én soha nem tudtam megcsinálni, 20 éves koromig biztosan nem, most szeretném megcsinálni, hogy először ismerjék meg a valóságot, először ismerjék meg Isten igéjét, először ismerjék meg akár a tudományokat, a tanulnivalókat, és utána alakítsák ki ehhez a viszonyukat, és egy jó viszonyt alakítsanak ki, és ez a jó viszony, ez Isten igéjének a követésében testesüljön meg. Én ezt tanácsolom, és ezt javaslom mindenkinek, tehát olvassatok, pihenjetek, sportoljatok, és élvezzétek azokat a lehetőségeket, amiket a Teremtő adott az életünkbe. Nagyon jó nyarat kívánok mindenkinek. Akkor sok sikert kívánunk a diákoknak ennek megvalósításához, és zárásképpen hallgassuk meg Harmad Benyámin, Kis Gergő és Lakatos Joshua előadásában a Jazz Az zenekartól a Keneted áradjon és a Nincs is rá szó című dicséreteket.